Megvan, ez meg lesz? Karácsonyra jó lesz? Karácsonyra lehet, hogy megveszem, igen, ez jó. Ez körülbelül az a méret, ahol leér a lábam, és nyugdíjas találkozom. Talán egy kicsit a kormányt még felemelhetem. Kedves Black Motorsos Laci, köszönjük a Bergman, nem? Igen. És ő egy ilyen nagy kormányos. És betolom neki itt a kis 400-ast, és akkor egy ilyen, az a baj, nincsen rajta, figyelj, de nem fűti a bulámat, az fontos lenne, pedig markolatfűtés sehol, hát nézd meg. Hát lazán lehet rátenni egyébként, de ja, nem szeretnéd autók között. Hát ezzel autók között ugye, nem lehet, ez nem is arra szolgál, úgyhogy akkor inkább kérik egy 300-ast, egy olyan, amilyen a tiéd, az biztos elfér közöttük. Nem, azért ez ilyen tiszteletet parancsoló. Szóval ez azért oda rángasz neki a faluban, akkor azért összefutnak a tehenek rendesen. Igen, hát ezt el tudom képzelni. Mentél már életedbe Csopperre? Mondtad az előbb, hogy mentél. Igen, hát próbálgattam egy párat, de legjobban, ami úgy tetszett nekem, hát az is kicsi, hát az a 600 körüli a Virágyzsónak van, a Yamahának van, az nekem nagyon tetszik, az viszonylag kicsi. Ez már nekem olyan nagy, hát nem megyek én el vele Szicíliába, pedig nagyon szeretnék menni, mert várnak a mafiózos testvéreim. Az igazság egyébként, hogy a te korosztályú termete, meg a milyen között van azért különbség, egy 10 kiló plusz, meg egy 10 centi, és most már a fiataloknak gyártják a motort. Nem vagytok már egy potenciális vásárlója a gyárnak. Mindenképpen szokás kérdése ez a dolog. Úgy gondolom, hogy azért hozzá lehetne szokni, most nem azt jelenti, hogy nem. Meg látod, ennek nincs 80 centi az ülés magassága, szerintem 70 hol van. Ez nagyon jó, hogy ilyen mélyen ülsz. A másik dolog, hogy ha belegondolok, akkor az én robogom az drágább, mint ez. De nem érdekes. Ami az érdekes dolog, ha belegondolsz, szóval, hogy egy robogó azért drágább, mint... Jó, de hát abban annyi extra van, hogy elájulsz. Hát ebbe is van. Menet közbeni szellőzés. Persze. Hát úgy meg manuális klíma van benne, minél jobban húzod a gázt, annál nagyobb a klíma. Igen, van ilyen. De amúgy hát azért meg lehetne szokni ezt a dolgot. Tudod, miért tetszik ez nekem? Ez olyan hagyományosan motor formája van, tehát így néz ki egy motor. Ott van valami, ami pufog, itt hátul, ami kipufog, és úgy nagyjából úgy rendben van a dolog. Tehát, hogy érzed, hogy ez olyan, mint egy motor. De vannak ott... Hát ott van az a hajabusát, ne cikizzél már vele. Hát így kell ülni rajta, így. Mennek, mint az állat. Olyanok? Nem mondom. Mint állat, persze. Nem, mi nem olyan műsor vagyunk. A Solid Chopperesek műsor vagyunk, 8 éve. Ez a nyugdíjas, hogy tuk, érted? Alig puttyog és megyünk, haladunk szépen vele. 50-60-nal keményen. Volt valami sztori nyáron? Remélem, hogy valami mindent megúszta, csak kellemes élményeket gyűjtöttél 650-es Bergmanne. Tulajdonképpen csak kellemes élményeim voltak. Hát egyetlen egyszer volt, hogy majdnem borultam. És a kellemes meglepetés az volt, hogy én már le kellett, hát lépése mentem, fordultam be a Murván, motor nem szerette a fordulást, mondta, hogy itt én nem akarok befordulni, és borult. Na most én ijedtem be, ilyen kertkapu, meg minden volt ott, én leugrottam, mondom, jó, lesz, ami lesz, a motor majd megmenti saját magát. Kézzel megmentette. Annyit csinált a Bergman, hogy beborult oldalt, majd elkezdett így csinálni, és megállt a spoileren, vagy a nem tudom min rajta, az idomokon, és nem dől tovább. Úgyhogy egy ennyi kis sérülés lett rajta, ilyen karcolás, aminél úgy elcsodálkoztam, mert azt hittem, hogy na most ez felborul, föl se tudom majd állítani onnan már, pedig az én koromban felállítani valamit nem egy egyszerű dolog. Ezt láttuk a reklámban, hogy azért van, kitalálták rá a megoldást. Külföldre jutottatok végül is nyaralni? Igen, hát amit terveztünk, hogy Szicíliában megyünk, az nem jött össze, Velence sem jött össze, Ausztria volt kézzel, de egyszer Bécs is, meg egyszer Linz. De onnan tovább már nem mentünk, mert hát kiderült, hogy... Szóval én szeretek úgy menni, hogyha van egy hét időm. És akkor elindulunk, kimegyünk a határon, ott lepihenünk, egy kicsit beszélgetünk, a helyi lakossága felveszünk a kapcsolatot. Úgy hívjuk ezt az ivászatot. És akkor ott a motor le van rakva. Másnap reggeli, felülsz, megint mész 300 kilométert, 400-at. De utána megint meg kell, szerintem utána meg kell állni, és megint a helyi lakossággal beszélgetni, nézelődni.
esetleg. Hát ez a körösi csomaféle módszer. Igen, igen, igen. Ez a, valaki mondja, ők nem voltak 6 óra alatt, leértek Velencében, és abban mi az élvezet? Hát a szörszője gyorsan mentünk. Én meg úgy arra gondoltam, hogy te mit láttál? Hát semmit, a motort néztem meg, az utat, mert ilyen sebesség, mert nem nagyon lehet nézelődni, hogy mi történik. Én meg úgy szeretek, hogy olyan nézelődős vagyok, tehát jövőre megpróbálok csinálni magamnak egy egész hetet, ami nagyon nehéz lesz, hogy elmenjek messzebbre motorral. Tehát mondjuk elmennék Salzburgba. Mert az olyan jó hely, nem? Igen. Tehát nagyon sok az amerikai. A másoknak ez fél nap se. De hát én jobban szeretek megállni, nézelődni, szóval... Idei évetek hogy telt? Mert néztem a weboldalt, és millió koncertetek volt. Hát ez az én nagy tragédiám, hogy nem tudok elmenni, mit tudom én, hosszabb távra. Tehát amikor volt 3-4 napot tudtam, de az is ilyen, hogy hétfőket, szerdákon értem rá nagyjából. Volt 1-2 vasárnap, és akkor az, tudod, úgy tervezi meg az ember, hogy vasárnap elindulsz, akkor még a hétfő kedd, szerdán meg már jönni kell haza, mert ott kell. Tehát hihetetlen sok koncertünk volt a nyáron, az összes nagy fesztiválon ott voltunk, a nagyobb motoros fesztiválokon, már amelyik nem szűnt meg, mert van 1-2, amelyik esetleg. Vagy amelyik szünete. Igen, vagy amelyik szünete, mert padlót fogott tavaly, mert tavaly az István király ment rajta, mindenki nézett, hogy ez mit keres itt. Én mindenki... beszéltem a srácokkal, azt mondták, hogy jövőre megoldják. Tegnap előtt voltam náluk a hangklubbulin. Hát igen, de már én annak idején is mondtam nekik, hogy sokszor hívtak olyan, hogy mondjam, néha motoros fesztiváloknak a szervezői azok újítanak. És akkor azt mondja, na újítunk, meghívjuk a Lagzi Lajcsit. Hát ez marha nagy újítás. Nem tudom, emlékszel-e rá, Dunakilitin sok évvel ezelőtt, 6-8 évvel ezelőtt pénteken voltatok ti, mert szombaton voltak a legnagyobb újszívási, meg nem tudom milyen programok, nem tudom pontosan, hogy melyik. Valami és másnapra meghívták a Császár Elődöt, meg valami unisexet. De hallottad azt a sztorit, hogy mi volt másnap? Mert ti voltatok pénteken meg talán Deák Bill, és másnap jöttek ezek a populáris irányvonalak. Én igen, mert én találkoztam is velük, hát ők megérkeztek az autóval, hát ott nagyon dicsérte a közönség őket, kis buzi, köcsök, na körülbelül ez ment egyfolytában, szegény ki sem mert szállni. Nem, igen, a Császár Előd valóban sajnos ő nem szállt ki, a másik banda az 2,5 számot megért a színpadon, szerintem az Guinness, egy motoros találkozón egy ilyen zenekar. Hát nagy dolog, nekem az jutott eszembe, amikor egyszer letoltam a gatyámat a színpadon, mert előttünk Chip and Dale show volt. És a motorosok elkezdte ők is vetközni, hogy ilyen nekem is van. Hát nagy tetkóval érted, beszóltak. És hát áldi kínos volt, a végén a Manus egyet villantott, összecsukta, azt leszaladt. És akkor hát, mi jöttünk utána, Chip and Dale show után, és hát... Én mondtam a közönségnek, hogy valószínűleg nagyon csalódottak vagytok, mert a fiú, aki itt járt az előbb, az csak így villantott egyet. Tehát igazából nem láttuk, hogy mi a helyzet. Na én kárpótollak benneteket. Itt van egy jó öreg bozontos Kossuth, vagy egy Nikotex munkás. Ezt nézzétek meg, ezt hogy lehet szippangatni. Hát nem hívtak többet. Nem hívtak minket többet. Nem értem miért. Pedig a motoros találkozókban belefér az ilyenfajta dolog.